lehetővé tette számomra, hogy szabadjára engedjem a fantáziámat, és mint ahogy látszik, megtettem. Végpál mutatja az általa tervezett pilóta nélküli repülőt, a denevért. Még 1995-ben visszaült meg a Honvédelmi Minisztérium. Egy olyan gépet kértek tőle, ami alkalmas a felderítésre. Bár a gép 16 éve elkészült, mostanáig csak próbarepüléseket végeztek vele. Ezek alkalmával viszont a tervező maga is felrepült a géppel. A pilóta, a tervező kipróbálta az eszköznek a működőképességét. Itt belefeküdt a repüléseszközbe, és egy joystickkal, a jobb kezével irányította az eszközt, és mindegy 28 óra repülés során meggyőződött arról, hogy az eszköz minden körülmények között képes a repülésre. És a maximális vízszintes sebessége a berepülési tapasztalataim alapján 280 km/h volt. A denevér volt egyébként az utolsó, teljesen magyar gyártásban készült gép. Mondhatjuk azt, hogy ez az utolsó magyar felkérésre Magyarországon gyártott magyar légi jármű. 95-ben ugye megtervezték, le is gyártották, és 96-ban került a Haditechnikai Intézethez tovább fejlesztési célokra, de utána ez a fejlesztés megakadt, és az eszköz raktárba került. A pilóta nélküli repülőt egyébként nem lehetne bevetni, mert több ehhez szükséges eszköz hiányzik a gépről. A denevér egyetlen elkészült példányát a Szolnoki Repülőmúzeumban lehet megnézni áprilistól.